16. találkozóját alkalommal jöttek ide Gannára, és megtisztelték a településünket ezzel a rendezvényen, és nagyon örülök, hogy a gannai hősökért koszorúzáson is részt vesznek. A 2001-es 63-as törvény értelmében nemzeti ünnepén nyilvánította a Hősök napját, mégpedig minden év május hónap utolsó vasárnapján. A törvény elmondja, hogy a magyarság ezer esztendeje alatt fegyverrel, hogy fegyvertelenül harcoló összes férfi és nő, aki a magyar haza védelmére kelt, tettével kiérdemli a tiszteletteljes megemlékezést ezen a napon. Az első világháborúban a KSH tanulmánya szerint a halottak és az eltűntekben több mint 600 ezer életet és férfit vesztett Magyarország. Megállapítható, hogy arányaiban magán veszteségei voltak a legsúlyosabbak, a politikai és társadalmi következmények rettenetesek lettek. Az első világháború hősére a jelenlévők közül személyesen senki sem emlékezhet. Emléküket csak ez a kőtábla őrzi. A második világháborúban a hősérei még emlékeznek időseink, hisz ők apák, testvérek, szomszédok voltak, akik fiatalon, életük helyében, távolodtól, családjuktól harcoltak. Reménykedve abban, hogy egyszer véget ér a háború, a megpróbáltatás, az éhezés, és hazatérhetnek szeretteikhez. De sokan nem tértek haza. Az ő hozzátartozóiknak még az a vigasz sem adatott meg, hogy sírjukra virágot vihessenek. Csak a nélkülöző árvák, özvegyek és vérző szívű édesanyák maradtak, és az értük való imádság és fájdalom. Sok gannai a gombanyagban vesztette életét, a túlélő elbeszéléséből tudjuk, hogy a magyar katonák csak 5 golyó fejadagot kaptak, mondván takarékoskodjanak. Az orosz géptisztolyok tárcsájában 300 golyó volt. A leváltásként a frontra érkezőknek olykor még puskájuk se volt, úgy küldték oda őket, hogy majd átveszik az elesettek fegyverét. A magyar hadsereg nyár egyenruhában ment ki, és nem volt felkészülve a kegyetlen orosz térre. A fronton így legalább annyian vesztek oda, a 40 fokos fagyban és a fogságban, mindahányan golyó álltak. A második magyar hadsereg veszteségét 125-160-50-50-50-re becsüljük. A bevonultak és fogságba esettek közül végül csak minden tizedik tért haza. A 2001-ben átadott útkínói központi katonai temetőben több gannai hős maradványa nyugszanak, és velük együtt 42 ezer hős gránit táblával vésett neve emlékezteti az utókort. A Hadtörténeti Intézet most is dolgozik azon a területen. 385 emlékművet és katonai temetőt építettek a világ számos részén. Nekünk utódoknak pedig okolnunk kell a múlt hibáiból, emlékezni hőseinkre. Most pedig helyezzük el a tisztelet koszorúját, és imádkozzunk a hősökért. Köszönöm, hogy meghallgattak. Imádunk elmúlt hősi autóinkért, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlő Mária, kegyelmemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Vagy Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük.